Bezárt ajtó várta az ügyfeleket 2015. februárjában. A Budakeshez tartozó DRB bankfiókok működését a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyelete függesztette fel, miután szabálytalanságokat találtak. Megy otthon, szerintem anyukám bevarja a paplanba. Két éve a Budakesh csak az első volt a sorban. A Hungária Értékpapír ZRT és a Questor követte. Mindhárom pénzügyi szolgáltató működési jogát az MNB vonta vissza. Gyér érdeklődés mellett beszélt az MNB 2015-ös évéről a parlamentben Matolcsy György. A jegybank elnök szerint a brókerházak bedőlésének időzítése nem volt véletlen. Azt mondta, minden egy előre megírt forgatókönyv szerint zajlott. Egy titkosszolgálati és katonai forgatókönyv alapján a Magyar Nemzeti Bankot egyesek, szövetségeseink és barátaink föl akarták használni arra, hogy megbuktassa a jegybank a kormányt. Matolcsy György azt állította, az akciót Budapesten szervezték. Egy olyan nagy NATO szövetséges ország Budapest nagykövetségéről folytatott kormánybuktató és jegybank buktató tevékenységére illeszkedik, amely 2014 őszén indult el. A Fidesz szerint a jegybank jól vizsgázott az állítólagos támadásban. A bankokba vetett bizalmat erősítette meg, hiszen példát mutatott és példát statuált az elszámoltatások tekintetében, másrésztről pedig éppen a pénzügyi rendszer sérülékenységére hívta fel a figyelmet. Matolcsy György ma a parlamentben nem beszélt arról, melyik szövetséges ország nagykövetségére gondol, ahonnan a Magyar Nemzeti Bank, illetve a kormány elleni támadást szervezték. Szerettük volna megtudni ezt a Magyar Nemzeti Banktól, de nem kaptunk választ a sajtóosztálytól. A szocialisták szerint tisztázni kell, honnan veszi Matolcsy az információit. De ez egy példátlan állítás, példátlan vád, ezért a Magyar Szocialista Párt azt kezdeményezi, hogy egy vizsgálóbizottság vizsgálja azt meg, hogy mi volt ez a támadás, volt-e ilyen támadás, ezt milyen eszközökkel hajtották végre, hogyan hárították ezt el. Kerestük a kormányt is, azt kérdeztük, volt-e tudomásuk az állítólagos összehangolt titkos szolgálati támadásról, amelyről Matolcsy György beszélt, de nem válaszoltak.